Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy vadonatúj sorozat itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá nem mással várunk benneteket, mint az új sorozatunkkal, a Bánhírmondóval, amely májustól kezdve hetente egyszer fog jelentkezni, és hát egyrészt be szeretném mutatni ebben a sorozatban az én mostani legnagyobb favorit játékomat, amivel gyakorlatilag a szabadidőmnek nagyjából a felét azt felhasználom, és hát az új hobbim tulajdonképpen, amikor nem a csatornával foglalkozom, akkor ezzel a játékkal játszom, amit úgy hívnak, hogy GBSS Bán. Ezt korábban láthattátok már legalább egy vagy két alkalommal itt a csatornánkon ilyen bemutatási jelleggel. Most azonban úgy döntöttem, hogy kihasználva azt, hogy nagyon-nagyon fanatista lettem ezzel a játékkal kapcsolatban, ezért, és mivel lett egy kis helyünk, ezért most átmenetileg heti egy alkalommal jelentkezni fog ez a játékunk egy ilyen hírmondó jelleggel, ami tulajdonképpen azt fogja jelenteni, hogy beszámolok a Bán különböző pályáiról, fogok jelzéseket írni felétek, vagy jelzéseket adni felétek, hogy hogy állok bizonyos projektek tekintetében, és mik várhatóak fejlesztések tekintetében. Magát a játékot itt az első epizódban nem szeretném bemutatni. Azok, akik szeretnék megtudni, hogy miről szól ez a játék, a leírásba vagy hozzászólásként az én nevemmel fogok majd egy videót betenni, amelyben bemutatom nektek az alapokat, hogy mit kell tudni erről a játékról. Én igazából itt csak a különböző projektekről szeretnék majd beszélni, egyrészt azokról a projektekről, amikben én közreműködöm, vagy én csinálom, leginkább utóbbi, hogy én csinálom egyedül, de szeretnék terveket is elárulni nektek ebben a sorozatban. A célom a sorozattal az, hogy egyrészt egy kicsit a Bánnak a közösségét, leginkább a magyar közösségét belendítsem egy kicsit, mert az utóbbi időszakban azt vettem észre, hogy kicsit a magyar közösség az így lát, mondjuk ennek része is vagyok, hiszen van egy magyar oldal a Facebookon, amelynek adminjává választottak engem majd egy éve, és hát amióta belendült újra a csatorna, azóta túl sok mindent nem tudtam ott letenni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a sorozattal nekik is adós vagyok, és hát nekik is tudok ezzel egy kis pluszt nyújtani, úgyhogy több irányba is nyúl most a kezem ezzel a sorozattal. Elnézést kérek. Na, és hát mivel kezdhetném az első adásunkat, mint az eddigi legnagyobb és azt kell mondom, hogy legsikeresebb projektem tekintetében, nevezetesen Veresegyhárs nevezetű projektemet szeretném nektek bemutatni, amiről tudni kell, hogy egy jókora nagy térkép, mutatom nektek, hogy egy ekkora nagy térképről van szó, illetve ehhez képest már azért kicsit nagyobb a térkép, mert hogy van egy új terület, ami még ebbe a változatba, a belvárosi változatba nem került kiépítésre, illetve vannak itt még további dolgok, úgyhogy lehet, hogy inkább azt mutatom meg. A helyzet a következő, ugye akik esetleg nem tudnak erről a projektről nagyon röviden és tömören, Olaszországban létezik egy régió, Umbria, és annak az umbriai régiónak az egyik, vagy tartomány, nem tudom minek nevezzem, az egyik legfontosabb városa, de nem a legnagyobb, Spoleto, és én itt voltam legalább kétszer, szerintem amikor ez az adás kikerül, és mondjuk egy pár hónappal később néztek bennünket, akkor tervezőben van egy harmadik utazás is. Lehet, hogy egy évvel később már meg is történt. Úgyhogy nagyon készen állok arra, hogy ismételten elmehessek oda, és nagyon tervezem. Gyönyörű szép város, és mindenképpen szeretnék hosszatávon is elgondolkodni emellett a város mellett. És én azt gondolom, hogy nagyon sok mindennel adós vagyok a város felé,
Többek között én ezzel a megoldással is szeretnék adósodni, hogyha nem is teljes mértékben a város alapján, illetve nem is teljes mértékben a várost 100%-ig, de a város alapjait kihasználva építettem meg ezt a bizonyos térképet. Gyakorlatilag hát talán most már lassacskán 2 évnyi munkám van benne, kisebb-nagyobb szünetekkel, most inkább azt kell mondom, hogy nagyobb szünetekkel, mert legutóbb, amikor hozzányúltam, az olyan január-február környéke volt, azt majd mindjárt mutatni fogom nektek. Azért mutatom ezt a változatot, mert ennél a változatnál van még nagyon sok jármű berakva, és majd mindjárt mondom, hogy milyen problémákkal küzdködöm bele kapcsolatban. Szóval adott nekünk egy város, amit úgy hívnak, hogy Spoleto. Gyakorlatilag maga a város az kb. Hát így ekkora nagyságrendileg, körülbelül, hogyha jól mutatom nektek, remélem, hogy jól mutatom nektek, így nagyjából ez maga Spoleto, és ehhez a városhoz akartam először első körben megtervezni az én kis hálózatomat. Amit tudnotok kell, hogy ez nem az a hálózat, ami a valós életben van, hanem ehhez képest egy picit turbózott jellegű közlekedést terveztem ide, és csak azért, hogy az én kis határaimat is feszegessem és nehezítsem a dolgomat, nem autóbuszokkal dolgozom, hanem trolibuszokkal. Tehát csak és kizárólag trolibuszos közlekedés van jelen pillanatban Spoletóban. A későbbiek során lesz majd vasúti közlekedés is, amikor már úgy érzem, hogy érdemes beindítani. Hát itt már azért ott tartok, hogy van 3 település, ahol megáll. Ugye van Bajano, ez Spoleto mellett egy kisebb jellegű település, olyan, mintha most mondjuk Spoletót Budapesthez hasonlítanám, akkor Bajano lenne mondjuk Dunakeszi, vagy talán Érd. Érd is lehet ide egy nagyon jó példa. Tehát egy ekkora nagyságú településről van szó, és tehát annak is van egy vasútállomása, ugye van Spoletónak is vasútállomása, és végezetül a való életben nincsen, illetve volt korábban, de én raktam Szent Jakabnak, ahogy én elneveztem a települést, annak is vasútállomást. Igyekszem realisztikusan is építeni, tehát elsődleges szempont az, hogy valamilyen szempontból azért realisztikus legyen, tehát azért nagy részt realisztikus a térképen. Ugyanakkor a lakosságot egy kicsit felturboztam, tehát nagyobb mennyiségben mértem, annak okán, hogy legyen indoka a trolibuszos közlekedés bevezetésének, és hogy ilyen sűrű közlekedés legyen. A gondolat, először amit kiépítettem, a Spoleto városnak ez a része, és a hozzátartozó kisebb település, ami Edzsi. Hát tulajdonképpen ez egy olyan akkora picurka nyúlfarknyi településről kell itt beszélnem, viszont önálló település Spoletónak, viszont ez a legközelebbi település, és itt is építettem egyrészt helyi járatokat, illetve a 2 település közötti útvonalat is megépítettem. Ez volt az első változat. Ami nagyon fontos itt a projekt tekintetében, hogy számomra nagyon fontos volt az, hogy szakaszokban adjam ki nektek, hogy lássátok, hogy hogy tart a folyamat, és hát bizony ezekről a szakaszokról nektek be is számoltam. Ennek köszönhetem egyébként az adminságomat a BÁM magyar közösségben. Elnézést, hogy ugye ezt meg tudtam veletek osztani, illetve ezzel a projekttel így építkeztem. Most jelen pillanatban tehát ott tartok, hogy tehát első körben volt a Spoletói, illetve a Spoleto Edzsi közötti szakasz kiépítése. Edzsi névem futott emlékeim szerint, futott ez a változat, jól mondom. És az a lényeg, hogy az Edzsi településben lévő járatok, a Spoleto és Edzsi közötti járatok, illetve 2+ további járat is becsatlakozott ehhez az első változathoz. Aztán későbbiekben az Edzsihez nagyon közel található Kurtácska település, Cortaccione, ha jól emlékszem a pontos nevére, az is bekerült ebbe a változatba, és azt hiszem itt fejeztem be az első
itt adtam ki, ekkor ugye kiadásra került a 14-es, és a emlékeim szerint a 10-es járat is, úgyhogy akkor ez a rész is, Máriató is bekerült a térképe. Tehát tulajdonképpen így ez a része volt az első változat, ha minden igaz, de lehet, hogy Cortaccione és ez a része az egy külön verzió lett, lehetséges, sőt, inkább biztos vagyok benne, hogy ez egy külön változat része volt, ez a része. És ebben már benne volt némileg itt a belvárosi rész elkészítése, illetve hát nem is a belvárosi, az új résznek a elkészítése is. Aztán egy harmadik változatban már a lakótelepi részt kezdtem el kiépíteni, gyakorlatilag azt hiszem, ha minden igaz, akkor ez a rész került kiépítésre. Lehet, hogy már az itteni fölötte lévő részt is már valamilyen szinten érintettem. És akkor egy nagyobb falat volt maga a belváros résznek a kiépítése. És jelen pillanatban ez a változat a legfrissebb, amit most láthattok, a belváros 1 projekt. Illetve az egy, a belváros 1 kiépítés, illetve egy változat. Na, tehát a belváros 1 változat a jelenlegi legfrissebb változat, amit most láthattok a képernyőn. És hát igazából... az a lényeg, hogy elkezdtem az életet belehelni a belvárosi részbe, de ugyanakkor még nem teljes a dolog. Látom már a projektnek a határait, amit már így elkezdtem így feszegetni. Többek között van ez az erdős rész, ami itt látható. Ebben az erdős részben még egyedül csak a 18-as közlekedik ezen az útvonalon. Minden más még eddig egyetlen járat sem érint, holott be vannak tervezve, tehát és azért nem tudtam ezeket beindítani, mert egyszerűen abba a problémába kerültem be, hogy ugye a trolibuszoknak nincs elegendő férőhely garázsügyben. Amit tudnotok kell, hogy a projektnek a létrehozásában vannak különböző speciális jellegű dolgok, amelyeket én itt kísérleteztem ki, és valamilyen szinten azt kell mondom, hogy a tökéletességig vittem. Ugyanakkor ebben a változatban még vannak benne kisebb hibák, e tekintetben viszont a következő változatban, ami majd elkészülés, illetve ami majd remélhetőleg kiadásra kerül, azt majd mindjárt, lehet, hogy majd azt egy következő részben fogom nektek bemutatni, és lehet, hogy akkor a következő adást is erre fogom rászánni. Tehát akkor fogom majd bemutatni. Tehát ott majd valószínűleg ez ki lesz javítva, ez a trolibusz garázs jellegű dolog, ami ugye itt nálam került kísérletezésbe. Hogyan néz ki egy trolibusz garázs? Egy trolibusz garázs úgy néz ki, hogy adott neki, és itt most egy picit a alapok részét azt úgy mondom, hogy remélem, hogy tudjátok, hogy miről beszélek. Van egy depó, ezekből indulnak ki a trolibuszok. Alaphelyzetben csak átmennek, köszönöm szépen az üzenetedet, nagyon szeretlek, hogy adás közben zavarsz engem, de szerintem ezzel, ha ezt én kihúztam, akkor nem lesz vele gondom. Szóval, adott egy depó, ami igazából csak azért van, hogy innen fogom, illetve itt írom be a járműveket. Majd két adás között kiszedem a hangját a Discordnak, mert a zavar. Kocsi típusok alapján helyezem el őket a különböző kocsi állásokba, hogy így nevezzem. És a kocsi típusok között is, illetve a kocsi típusokon belül is a színek között különbségeket teszek. Ezért van például az SK14 után a B-jelzés. Mert van egy A színű festésünk, itt van, meg itt van egy B színű festés, igaz, hogy ez 15, de van 14-ből A-nk is. Na most, jelen pillanatban a BAN alapverziójában készített trolibuszokat használom, amelyeket modernnek tekinthetem, vagy jelen napjainkban is használtak tekinthetek. Skoda trolibuszok vannak. Van Mercedes-Benz, ő az egyik alacsony padlósunk, ugye a Skodának a 21-es változata, a Skoda 21-es troli is alacsony padlósnak tekinthető. A Mercedesnek az összes kocsija,
annak tekinthető, és ezen kívül van még Icarus, illetve a nagyobb belvárosokban, lásd például Spoleto, lesznek Ziu trolibuszok is. Most mindjárt elröpítelek benneteket a belvárosi állomásra, itt is van. Tehát itt van egy Ziu trolibuszos garázsom, illetve sorom, ahonnan 6 darab Ziu trolibusz ki van a különböző útvonalakra rakva. És itt van az újdonság, és itt van a legnagyobb, illetve itt van az egyedisége a térképnek, ugyanis azért kategorizálom így a... tehát azért csinálom így a garázsozást, mert szerettem volna azt a realisztikát is behozni a térképbe, és ezt az egyediséget, akár mondhatom saját névjegyemnek is, de ez csak erre a térképre vonatkozhat, illetve vonatkozik, hogy egy kocsi nem egy vonalra kerülhet, tehát gyakorlatilag arról szól itt a dolog, hogy egy kocsi akár több vonalra is rákerülhet, viszont ugye amikor, tehát folyamatosan cserélődnek a kocsik, ugye eltérő időpontban indulnak ki a garázsból, és eltérő időpontban érkeznek be a garázsba, és ahogy beérkeznek, az szerint indulnak el a következő alkalommal, és akkor már lehetséges, hogy ugye ez neki egy másik járat lesz, tehát mondjuk lehet hétfőn még a 27-es járaton van a Solo Trolim, ez a 14B-n például, de lehet az is, hogy mondjuk másnap bekerül a most hülyeséget mondok, mert a 24Y az csuklós, tehát másnap például 24Y-os lesz. Tehát azért hoztam létre egy kicsit elsőblikre külső szemmel tekinthetően bonyolultnak ezt a dolgot, hogy egy kocsi több helyen is közlekedhessen, ergo például azt is így megoldottam, hogy például ha elnevezem, mert hogy ez is tervem lesz, hogy minden egyes trolibusznak lesz egy infotexe, és abban megkapja a kocsi számát a járat, úgy értve a kocsi számát, hogy az lesz a végleges, és akkor az alapján lehet azt követni, hogy például, ha ő most a 101-es, akkor lehetőség van arra, hogy a 101-es mondjuk nem a Lorenzói garázsban fog lenni, hanem másik garázsban. Miért mondom ezt? Mert vannak olyan vonalak, és vannak olyan kocsik, amelyek mondjuk innen indulnak Lorenzóból, viszont a határok miatt, ugye a menetrendi határok miatt nem ide tud beérkezni garázsként. Majd erre a legkiválóbb példát szerintem majd a következő adásban tudom nektek mutatni, mert ott van egy olyan útvonal, ahol gyakorlatilag majdnem minden járat másik garázsba fog érkezni, ahonnan indul, ahhoz képest. Tehát vannak olyan járatok, amelyek nem ugyanabba a garázsba érkeznek vissza, és éppen ezért például az is lehet, hogy a mondjuk megszokott, mondjuk az innen induló Lorenzói garázsból induló SK14B ezen kocsia, amit mondjuk kocsiszámként 101-esként nevezem el, mondjuk a bánban 2 hét múlva a város másik felénél lévő garázsban lesz. Tehát ez egy elsődleges dolog. Ugyanakkor ugye nyilván ennek megvannak a hátrányai is, figyelni kell a garázsokra, hogy ugyanannyi kocsit adjunk ki, mint amennyibe érkezik, tehát erre is oda kell figyelni, tehát így egy kicsit mérlegelni kell, mondhatjuk úgy, hogy kettős könyvelés tulajdonképpen a bánon belül, és különböző adatokat is kell adni. Na most vannak hibái ennek a térképnek, és ezt szeretném így a maradék néhány időben elmondani nektek. Nevezetesen a trolibusz felső vezetékeit is kiépítettem gyakorlatilag hiánymentesen, viszont ebből kifolyólag bizonyos helyzetekben limitáltak vagyok. Tehát félre ne értsétek,
nincs ennyire sok körforgalom ebben a városban, mint amennyit láthattok majd ezen a térképen, ha mondjuk ti is megnézitek. Egyébként elérhető a belváros egy, az, tehát ez a legfrissebb változat, ez ugye elérhető jelen pillanatban a Bán Facebook csoportjában, a Magyar Bán csoportban. Tehát félre ne értsétek, nincs ennyi körforgalom Spoletóban, csak egyszerűen a felső vezetékrendszernek a limitáltsága miatt így tudtam csak és kizárólag megépíteni. Na most minden egyes kereszteződésem úgy oldottam meg a trolibuszoknak a közlekedését, hogy járattípusok szerint vannak regisztrálva. Tehát ez a járattípus, mindjárt mutatom nektek, hogy mire gondolok, ez a fajta típus, igen, járattípus alapján vannak. Amelyik egyenesen vagy tovább megy a körforgalmat, tehát alaphelyzetben a körforgalmat körbeviszik a járatok. Tehát ha nem változtat típust, akkor abban az esetben élete végéig, vagy egész, tehát határozatlan időpontig körbe-körbe halad a körforgalomban. Amikor azonban úgy gondolom, hogy ki akar térni a körforgalomból, tehát például erre vezet az útvonal a Lázs 88Y meg a 15-ös, akkor kocsi, illetve akkor fajtát, típust változtat, és átmegy lokáltrénné, és akkor abban az esetben az a troli megy ki. Ez csak a tömegközlekedési járművekre vonatkozik, a későbbiekben lesznek majd személygépkocsik és teherautók, azoknál külön szabályok érvényesek. Ez a gondolatmenetem volt a Veresegyháznál. Viszont rájöttem ennek a hátrányaira, illetve ekkor már ugye, amikor elkezdtem építkezni, akkor már láttam a hátrányokat, hogy konkrétan minden egyes kimenetnél és bemenetnél legalább egy tábla szükséges, hogy ugye változtassuk a kategóriáját az adott járműnek. És ezzel kapcsolatban kaptam is egyébként a kritikákat a csoporton belül, és hát végül is az a megoldás született, és ezt a későbbi változatban fogom majd használni, hogy a bán most már alkalmas arra, hogy a járatnál a végállomást megadhassuk neki, és a végállomás alapján fogják majd a körforgalmakat, illetve a kereszteződéseket végigvinni. Tehát azon feltét alapján fogja majd rendszerezni, hogy melyik járat megy ki a körforgalomból, vagy melyik járat folytatja tovább az útját. Az, hogy mondjuk garázsmenetes járat hogy közlekedik, az igazából nem fog változni, az arról szól, hogy ugye minden egyes nagyobb ilyen kereszteződésnél megadom, hogy melyik irányba a legrövidebb az út egy adott garázshoz. Persze abban az esetben, hogyha mondjuk van olyan járat azon a kereszteződésen, amelyiknek valamelyik járata, valamelyik kocsija abból a garázsból származik. Vagy abban a garázsban megy be. Pontosítok. De egyébként kezdetekben úgy számoltam ki a menetrendet, hogy azok a járatok, amelyek garázsba mennek, azok az azt megelőző állomásig vannak beírva, és annak a végállomása van beírva, illetve annak a megálló, annak a neve van beírva végállomásként, és onnan átszámozza magát garázsmenetnek, és bejön a garázsban. Na most, ami nagyon fontos, és még ez is egy kicsit egyediség, én azt gondolom, mint látható, vannak kocsiszámok, és vannak úgynevezett garázsban lévő kocsiszámok is. Ezek azért vannak garázsban lévő kocsiszámok, mert egy típusú jármű, tehát például egy Icarus 280-ban csak egyetlen egy 1006-os számú kocsi létezhet, és éppen ezért nem történhet meg az, hogy mondjuk, illetve éppen ezért előfordulhatott ez a szituáció is már, és éppen ezért kellett egy kicsit még tovább bonyolítanom a dolgot. Tehát előfordult az, hogy innen indul Mellóriba,
és megérkezik mondjuk a másik garázsba, Lorenzóba, és Lorenzóban egy másik számot vesz föl, de az már később érkezik, mikor a Mellori garázsban megérkezett a másnapi azonjárat, aki ezt a kört teljesíti. Remélem érthető, amire gondolok. És ugye itt veszi fel, ahogy átmegy a depón, itt veszi fel az új számát. Úgyhogy ezért van az, hogy egy közbűnső megoldásként vannak úgynevezett garázs számok, és itt történt az egyik legfontosabb update az új térképenben, ami egyébként majd új nevet is fog kapni, és majd a következő adásban beszélni is fogok vele kapcsolatban. Úgyhogy azért történt jelentős változás, és vannak tervek jelentős változásban. Én azt gondolom, hogy első körben ennyi elég erről a térképről, és adásidőm végéhez is érkeztem, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a kis ízelítő, ez a kis adás. Egyébként a tervek szerint majd itt a Bán sorozat keretében lesz majd lehetőségünk egy-egy járattal utazgatni, és közben majd tudok veletek beszélgetni, tehát nem csak így bemutatás jelleggel leszünk majd, hanem amikor van egy kis kedvünk meg időnk, akkor mondjuk beülünk az egyik járműbe, és elmegyünk az egyik végállomásból a másikra. Tehát lesznek ilyen jellegű terveim, hogy utazz velem, vagy valami ilyesmi jellegű dolog. Vannak olyan terveim is, hogy például megállunk az egyik ilyen nagy forgalmú megállóhelyen, például a belvárosban az Óratorony tér, az egy kiváló példa, és akkor amíg én beszélek rólatok, hogy különböző projektek tekintetében hol állok, mert nem csak ez az egy projektem aktív jelen pillanatban. Tehát nem csak ez az egy projektem aktív jelen pillanatban, hanem több is. És akkor például ilyenkor, hogyha mondjuk itt megállok ennél a megállóhelynél és engedem az órát, akkor van lehetőség ezekről a projektekről beszélgetni, amíg mondjuk nézzük azt, hogy milyen járatok mennek például az Óratorony téren. Nos, mostanra viszont ennyi. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hetente tehát jelentkezik ez a műsor. Igyekszem fix időpontra helyezni ezt a műsort, és a tervek szerint ez a vasárnap esti időpont, ez fog kinézni ennek a sorozatunknak a végső időpontjának, tehát elvilegben minden vasárnap este 7 órától ezzel a sorozattal fogtok tudni majd találkozni. Most azonban megköszönöm nektek, hogy itt voltatok, találkozunk a legközelebbi alkalommal. Sziasztok!